12 éven aluliak számára nem ajánlott. Cseréltünk rajta. A kerék az még le lett fújva, ez csontra le lett csiszolva. Talán van még olyan két, amikor csontra le vannak csiszolva, le van csiszolva. Úgy kipufogó. Hát a fékbetit fújjak, hogy ilyen dolog, apróságok. De még mindig nem az igazi a fék, mert el van kopva a kerék. Mindegy, hát kapott ilyen kapcsolót, mert a lámpa se égett benne. Meg ilyen apróságok. Ja. Szóval ennyit a Simpsonról. Még mit írt? Várjál. Motorozási tippek. Az. Simpsonnál nem ennyi 60-nal földúton. Amikor ismeretlen terület van. Na. Ennyi. Hát. Miről meséljek nektek? Hát, igen, 2 éve hajtom, kilométer ugra nem működik, aminek is működne. Ez a 60-as megközelítő adat volt. Hát, műúton megy 60-70-et gyári 50-es engerrel, megy annyit. Hát, ez egyszer mentem lejtőn lefele, földúton vele 60-at, telefon szerint, ez nem mér. Hát akkor volt a szántos nyom. De végül is nem estem el, csak kurva leszagadt a leső. Család barát kontent, nem beszélni, és ugyan. Szóval ennyi a Simpsonról. Jön, fasza fel a garázsos matrica.
Hát... Hát idomok, mindjárt. Csak lelettek festve. Ja, és vagy 8 szín volt rajta ezen a motoron. 8 darab szín. Amit legyen egy ilyen motor bemutató, úgy 2 év használat után szímszorról majd írjátok le. Ezután már szerintem nem fogom többet pofázni. Ha igen, akkor nézzétek tovább. Hát, egyszer estem el a Simpsonnal 2 év alatt, vagy 3 év alatt. Az is csak az én hülyeségem miatt. Vizes fű, nagy gáz, mondom, fasz a gyerek. Ez lejtő fátfele. Megsimlette. Ott. Jobbra töltem el. Alig mentem, hogy vízre. És a lényeg... Hát, elestem. És akkor az egész burkolat elment balra, hogy lehet látni. Hát és annyi a történet. Annyi simlette meg. Nekem csak egy faszobok a fájlőzé. Fájásom volt, mert ráesett a motor. Azt annyi. Szóval... Ennyi volt. Talán még ami eszembe jut, majd pofázom közben, azt mögé vágom. Azt annyi. Elhét fogom a csonkot, mert fázik a kezem, ilyenkor motorozni elment az eszem. Disco.